Minden a táncról szólt vasárnap délután Magyar Kanizsán, ugyanis 36. alkalommal szervezték meg a tánciskolások vizsgabálját a helyi Birkózó Akadémián. Magyar Kanizsán már több évtizedes múltja van a tánciskolának, ahol a 8. osztályos tanulók a másfél hónapos tánciskola alatt sajátíthatták el a táncokat, egyebek mellett a standard táncok és a szerb, valamint a magyar tradicionális táncok alapjait is megtanulhatták. A tánciskola alatt a diákoknál az alapok elsajátítására fekteti a hangsúlyt Cseszkó Károly táncoktató. 17 kötelező táncot tanulnak, ebben vannak néptáncok, tehát szabályos alapjait és a szabályait megérintsük a csárdásnak, a kólónak, polkának. Megtanulják a világtáncokat, ami a legfontosabbak, a standard táncok, meg az egész világ ugye műveli, és hát vannak latin-amerikai táncok, és egy-két sláger tánc is van. A fiatalok három csoportban versenyeztek, ahonnan aztán kikerültek a legjobb párok. Harmadik helyen végzett a Balgó Balázs és Nagy Anasztázia páros. A vizsgabálon a második helyet Harmad Csongor és Magosi Réka szerezte meg. Szerintem ez egy nagyon jó teljesítmény, és azt mondják, hogy másodikak általában az ilyen összetűzésekben, hogy ők a vesztesek, de szerintem ez egy szép eredmény. Szerintem egész jól sikerült. Lehetett volna jobb is nyilván, de szerintem jó volt. Az idei vizsgabál bál királya és bál királynője címet pedig Kószó Patrik és Bellér Zsóka páros érdemelte ki. Hát igazándiból hetente több próbánk volt, ugyanis nagyjából a vizsgabál előtt egy és fél hónappal kezdtünk el az egész tánciskolát. Rengeteget gyakoroltunk ugyanúgy nálam, mint a páromnál is, és szerintem a sok gyakorlás megérte az eredményét. Hát én nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, és nagyon izgatott voltam, és nagyon izgultam, hogy fog alakulni ez az egész, mert gondoltam, hogy lesznek itt még meglepetések, hogy esetleg bekerülünk-e a top 10-be vagy nem, de nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok. Az eredmény hirdetés után pedig a sok néző, családtag boldogan gratulált a tehetséges táncosoknak.